Köszöntöm Önöket! Az Echo Televízió kulturális híradóját a Pont a kultúráról látják. Tartsanak velünk! Elment a tanár úr. A múlt héten 91 éves korában elhunyt Nemeskürti István, Széchenyi díjas és Kossuth nagy díjas író, irodalom és filmtörténész, egyetemi tanár. Nemeskürti István személyében a magyar művelődés apostolát veszítettük el, mondta Áder János köztársasági elnök. Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarországnak ma nem lenne olyan parlamentje és kormánya, amelynek többségét a polgári, nemzeti és keresztény erők adják, ha Nemeskürti István nem tett volna meg mindent ezért. Nemeskürti István 2005-ben adott interjút Szent Mihályi Szabó Péternek az Echo Televízió Szubjektív című műsorában. Ebből idézünk fel most egy részletet. Anélkül, hogy tisztelt köröket akarnék tenni, hát elég sokat jártam, meg járom az országot, és az egyik alkalommal egy nagyon érdekes kérdést kaptam. Azt kérdezték tőlem a beszédem után, hogy Szent Mihály úr, mondjon nekünk valakit, aki az ön példaképe. Zavarba jöttem, mert az ember ilyenkor elsősorban természetesen a történelem nagy alakjaira gondol, igen, és elkezdtem sorolni, Teleki Pál, stb. Azt mondja, élőt tessék mondani. Akkor már még nagyobb zavarba jöttem, és hát most szemet be kell mondanom, azt mondtam, Nemeskürti István. Tehát az én számomra a te életpályád, működésed, hatalmas működésed valóban életpélda, és ezt azért mondom, mert mintha egyre kevesebb ilyen ember lenne. Zavarba hoztál, igen, nagyon szépen köszönöm, de hadd kérdezzem meg, hogy erre a kijelentésedre mit szóltak a kérdezők? Egyetértettek vele a csodálkoztak? Egyetértettek és bólogattak, tehát te azt hiszem, hogy ilyen tekintetben még azt az űrt is pótolni tudtad, ami mondjuk így Illyés Gyula halálával megüresedett. Meg, tehát érted, mire gondolok? Egy trón, egy virtuális vezető szerep, amikor az emberek azt mondják, hogy ja, ha ezt mondja Nemeskürti István, akkor abban mégiscsak lehet valami, még a másik oldalon is. Azért ezt te érzed, vagy tudod? Ezt én érzem is, és örülök ennek, de meg kell jegyeznem, hogy ez a felém irányuló rokonszerv nem politikai jellegű, illetve én soha semmiféle politikai becsvágyjal nem bírtam, és nem is fogok. Életemben nem voltam semmilyen párttagja, nem vagyok, nem leszek, de az biztos, hogy a nemzetnek, akit odatartozónak tartja magát, ezek szerint szüksége van valakire, akire fölnézhet, irányt mutathat erkölcsileg, a haza dolgait illetőleg, de nincs belekeveredve a napi politikába. Hogy látott a világhelyzetet és azon belül a magyarság sorsát? Hiszen most jelent meg az a könyved, amely egy életmű csúcsa bizonyos tekintetben, vagy koronája, amelynek az a címe, hogy mi végre vagyunk a világon. Hát, tanár úr, mi végre vagyunk a világon? Hát, az elem iskolai hittanórán erre azt a választ kellett adnunk, és azt tanultuk, hogy ismertet megismerjük, szeressük, és neki szolgáljunk. Ez teológiailag korrekt gondolat, azonban a hétköznapi életben való eligazításra nem alkalmas. Én ezért ezt magam számára
Nem tagadva ezt a teológiai megfogalmazást, úgy bővítettem ki, hogy azért vagyok a világon, hogy azt a közösséget, amelybe születtem, adott esetben a magyar nemzetet, legjobb tudásommal annak javára szolgáljam. Most is erre törekszem. Igen, de mit tegyünk mi, akik itt állunk egy félre sikerült rendszerváltozás után, csalódottan, értetlenül, mondjuk így, hogy az a 1,5 millió magyar mit tegyen, aki igennel szavazott december 5-én? Szolgálja változatlan úgy a hazát, ahogy szolgálta, ha jól szolgálta, és ha igyekezzék úgy dönteni, hogy megfelelő politikusok szolgálják a nemzetet és őket. Mint minden évben, idén is megrendezték az olvasás éjszakáját, melynek célja a könyvek népszerűsítése. Az olvasási és szövegértési kompetencia felmérések szerint hazánk az Európai Unió középmezőnyében van, ami sok esetben az oktatási intézményeknek köszönhető. Stábunk a Terézvárosi magyar-angol-magyar-német két tannyelvű általános iskolában járt. Így zajlik a magyar óra a Terézvárosi magyar-angol-magyar-német két tannyelvű általános iskolában. Most helyesírási feladatokat végeznek a kisdiákok. Ennek azonban egyik alapfeltétele, hogy jól tudjanak olvasni. Már első osztályban nagyon sokat felolvastunk. Mesékkel kezdtük, utána folytattuk Misi Mókus kalandjaival, majd első osztály évvégén mindenki kapott egy jutalomkönyvet. Egy 2013-as statisztika szerint a 15-25 év közötti fiatalok 7%-a naponta olvas, amíg 16%-uk heti, addig 14%-uk havi rendszerességgel, 35%-uk ritkábban, mint havonta, 28%-uk pedig soha nem vesz könyvet a kezébe. A 2012-es Európai Uniós kompetencia felmérés megállapította, hogy a 15 évesek 1/5-e, valamint közel 75 millió felnőtt hiány van az alapvető olvasás és írási készségeknek, ami súlyosan nehezíti elhelyezkedési lehetőségeiket. Az Európai Unió statisztikája szerint Magyarország nem áll a legrosszabbak között, tehát a jó középmezőnyben vagyunk, egyébként az olvasási szokások tekintetében is, de azért azt meg kell jegyezni, hogy nálunk is igazak azok a tendenciák, amelyek Európában megvannak, vagyis az, hogy a nemek között van különbség a 10-14 éves kort illetően. De van még remény, legalábbis erről tanúskodnak a könyvkereskedések statisztikái. A gyerekesek azok ugye mindenképpen vásárolnak könyveket, mert minden szülő általában azt szereti, hogyha a gyereke sokat olvas, hogyha olvasott, hogyha otthonosan mozog a könyvek világában. Aztán vannak a szép irodalom szeretők, akik férfiak és nők is egyaránt, de azért a 30-as, 40-es nők, ők azok, akik leginkább olvasottak, meg a fiatal egyetemisták. A könyvesbolt tapasztalata, hogy főként a gyerekkönyveket, a svéd krimiket, valamint a felnőtt színező könyveket viszik a vásárlók. A magyar nemzeti kultúra része az itt élő svábok, szerbek, horvátok és cigányok kultúrája is. Megismerésük pedig segít az előítéletek leküzdésében. Erről beszélt az Emberi Erőforrások minisztere a Színezd át programsorozat budapesti rendezvényén. Az ingyenes családi napokból álló programsorozat, amellyel 10 megyeszékhelyre látogatnak el, a kultúrák közötti sokszínűség elfogadására szeretné nevelni a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Svábok, szervek, horvátok, romák és magyarok. Sok iskolában a gyerekek kiközösítik, akit másnak tartanak. Az Emberi Erőforrások Minisztérium által szervezett Színezd át ingyenes családi nap célja az volt, hogy nemzetiségtől vagy bőrszintől független barátságok kötessenek. Ugye az iskolában sok osztályban vannak ellentétek, és itt ugye mivel nem ismerjük egymást, azért könnyebben lett barátkozni feltételek nélkül. A kislányok pozitív hozzáállása nem véletlen. A szervezők szerint a befogadó szellemet minél kisebb korban kell megismertetni a gyerekekkel. Színes a világ.
világon, de ahhoz, hogy sokkal jobban észrevegyük azt, hogy milyen értékek vannak körülöttünk, hogy milyen értékesek azok a nemzetiségekhez tartozó szintén magyar lakosok, akikkel együtt élünk nap, mint nap, de nem ismerjük őket valójában, ugye ezért gondoltuk azt, hogy színezzük át újra a világunkat, tehát hogy szimbolikusan egy kicsit a gondolkodásmódunkat és a látásmódunkat is frissítsük fel. A rendezvény fővédnöke Balogh Zoltán az emberi erőforrások minisztere volt, aki szerint a békés együttélés legfőbb feltétele a pozitív tapasztalat. Azt szeretnénk bemutatni, hogy Magyarország egy színes, gazdag ország, a kultúrájának a gazdagságát azt nem csak egy szín adja, hanem sok szín adja, és bízunk benne, hogy a gyerekek a játékokon, az együttléten keresztül eljutnak oda, hogy értékelik egymást, és ha netán az életben rossz tapasztalatokat szereznek, akkor is eszükbe jut az, hogy nekem vannak más nemzetiségű barátaim is. A Színezdat programot összesen 10 megyeszékhelyre viszik el. Az utolsó november végén Miskolcon lesz. Idén november 20-án lenne 80 éves Makovecz Imre. Konferencia, hangverseny, szoboravatás és könyvbemutató mellett díj alapításával is megemlékeznek a 2011-ben elhunyt építészről, mondta el Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Az elismerést olyan jeles személyiségek kaphatják meg, akik Makovecz Imre országépítő nyomdokain haladva ápolják a Kárpát-medence magyarságának kultúráját. Addig élünk, amíg emlékeznek ránk. Azért, hogy az ősi mondás értelmében Makovecz Imre még sokáig köztünk maradjon, nekünk is tenni kell, mondta Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, miután ismertette a világhírű építész közelgő születésnapja alkalmából szervezett megemlékezés részleteit. Többek között például a Pesti Vigadó épületében is termet neveznek el róla. Ennek a helységnek a falait Makovecz Imre gyönyörű grafikáival díszítettük fel. Ez a terem már most is Makovecz terem, de 20-a után végképp Makovecz terem lesz. Ez úgy megy be majd a köztudatba, ahogy a magyar történelemben már számtalan ilyen terem van, Eszterházi teremtől kezdve. A megemlékezés sorozat egy régóta készülő, az egész életművet átfogó album bemutatásával kezdődik. Ez a könyv elkészült végre, nagy nehezen, azt gondolom, hogy gyönyörű lesz, és ennek a bemutatója lesz tehát a Magyar Építőművész Szövetség Kós Károly termében 18-án, a születésnap előtt 2 nappal, 17 órakor. Ezen kívül lesz ünnepi koncert a Zeneakadémián, illetve tudományos konferencia is. És most adják át első alkalommal az építészről elnevezett díjat is, amelyet minden évben olyan jeles személyiségek kaphatnak majd, akik Makovecz Imre országépítő nyomdokain haladva ápolják a Kárpát-medence magyarságának kultúráját. Lár 60. Ez a címe Lár András életmű bulijának, amelyet november 6-án Budapesten a Papp László sportarénában, majd ezt követően több vidéki városban is bemutatnak, és ahol 20 év után újra együtt lép fel Lár András és Galla Miklós. A születésnapi est különlegessége, hogy egy színpadon találkozik Lár András 3 előadói énje. A sokoldalú művész különböző műveket, szerzeményeket válogatott össze az abszurdtól a könnyű zenén és a spirituális dalokon át a humorba csomagolt, de mélyebb értelmű tanításokig. Peregnek az évek, nyullik a bugyogom. Combom 2 görbe cső, lelóg a nagy bogyóm. És hogyha kérditek, hogy mi is ez a titok, elmondom. Legszebb mirigyemből elfogyott a nyirok. Hogy mindjárt a legelsőt említsem, már jelentőségben a KFT együttes föl fog lépni. Ez egy jó dolog, és előbukkant az idő sötét félhomályából a Galla Miki még tavaly, akivel mi annak idején együtt kezdtük el az abszurd színházi működésünket, és újból összebarátkoztunk, ami egy nagyon jelentős és komoly lépés az én életemben, hogy ez a nagyon értékes munkakapcsolat helyreállt, és ő ott lesz az abszurd humor oszlopos tagjaként. Hát plusz az én karaktereim meg fognak jelenni, ugye Besenyő Pista bácsi, Tompika, meg a költő, meg mit tudom én, Edebede bácsi például. De ezen kívül még ott lesz a Virtuózok zenekar, vendégként a szimfonikusok. Ugyanis komponáltam egy nyitányt, meg néhány olyan zenei betétet, amit szimfonikusokkal lehet előadni.
Plusz ott lesz Kereszti András, a nagy hírű koreográfus barátom, aki ezoterikus tanítóként lett nagyobb hírű valószínűleg, mint koreográfus, de hát ő egy nagyon-nagyon ügyes ember sok szempontból. És a Tündértantra zenekar, az én zenekarom. Tehát gyakorlatilag így a Tündértantrával fogjuk játszani a műsornak a nagy részét, de ugye vannak ezek a mozaikok. Még a mozaikok közé tartozik a Full Moon énekegyüttes, ez az acapella, öttagú acapella fiú csapat, hihetetlenül jók, szóval megdöbbentő, és szerencsére kialakult köztünk egy ilyen művészbarátság, ők hívtak meg a lemezükre énekelni, és akkor én vérszemet kaptam, és visszahívtam őket, hogy viszont működjenek közre itt, és megteszik. Úgyhogy egy nagyon izgalmas dolog, egy Zeke László nevű animátor barátom fantasztikusan jó háttérvetítés filmeket készített, úgyhogy nagyon mondanám azt, hogy multidimenzionális téma. Üdvözlöm Önöket! Nagy szeretettel, örömhírem van! Besenyő ÖEITEMDÖ István! Azaz! Besenyő 50 ezer embernél is több embert megdicsérő István, engedjék meg, hogy megdicsérjem Önöket. Kérem szépen, megdicsérem Önöket azért, mert letették azt a káros beidegződést, a rossz szokásokat kérem, amivel ugye eddig fenntartották ezt a kizökkent állapotot, ugye, hogy nem lájkolták a holdalt, ugye most nem lehet mondani, hogy Önök pont, hogy azok a pont, hogy nem. Tehát így azért mondom, hogy nem lájkolták, tehát nem lájkolták a holdalt, hanem de. Gondoljanak bele, hogy a 50 ezer az sok, ugye, tehát az kimondva is, nem is lehet kimondani, kérem annyira, képzelj el, hogy 50 ezer embernek 100 ezer a szeme, jaj! Nagyon sok, az nagyon lát, kérem. Ott, akkora a látás, hogy bing, bam, kérem, döbbened. Na hát, és gondolj el, hogy annál azért több. Tehát ugye nem ennyi. Ennyi. Hát azért egy kicsit több. Ugye 51 ezer felé már vagy. Hát igazán nem 50. Visszakanyarodnék. Tehát itt rákérdezek teljesen komolyan Önöknél, hogy ismerik a Nokedli hasonlatomat. Tudják? Tehát az, amit rólam neveztek el, Nokedli hasonlatnak, kérem, a én hasonlatom, ugye Nokedlivel kapcsolatos, hogy ugyebár a 50 ezerre a hasonlat. Ha vegyünk csak olyat, ugye, hogy egy Nokedli egy centi. Tehát ennyi, ha lerakjuk egy centi. Ugye? Így. De csak ezt a részt nézzék, innen ne számítsa. Na, csak próbálja. Ennyi. Na de ha 50 ezer csinálunk ilyet, ugye, akkor van 500 méter. Jóhúj! Hogy az nagyon hosszú Nokedli csík, kérem. Gondoljon el, 500 méter hosszan megy a Nokedli csík a jövőbe. Tehát, jó, kanyarul itt a 400 méteres futópályát képzeljen. Tehát ott, ahol körbe megy egyszer a Nokedli csík, és utána mi van 100 méter? Pont azon le tud futni a férfi vécébe a kenyai futó. Hát azért ez praktikus, nem? És ez még annál is egy kicsit több, ugye nem 50 ezer, hanem 60 ezer is már egy kicsit több. Igaz? No hát, megdicsérem Önöket a legviszontabb látásra, Besenyő Ő István, azaz Besenyő Üdvözlő István, üdvözlöm Önöket. Őszintén szólva, én magam is nagyon kíváncsi vagyok, mert ez most a világ történetben, de mondjuk az én világom történetében egyedülálló esemény, mert még soha ez a három szál nem jött így össze. Tehát a KFT, az abszurd humor és a spirituális zene, vagy a mondjuk úgy, hogy a szellemi tanításokhoz való vonzalom, ez még nem jelent meg egy építményként. Tehát ez az első ilyen eset, és nem tudom, hogy milyen folytatása lesz. Hát ezt a műsort már előre most már tudom, hogy meghívták különböző vidéki városokba, úgyhogy biztos, hogy elő fogjuk még adni itt-ott. De a jelentőség az abban rejlik, hogy ez így még nem jött össze, ez a fajta egység, és én azt remélem ettől a dologtól, hogy ez a világba is kisugározva az egység hangulatát fogja kelteni, mert az én legnagyobb vágyam, hogy végre összefogás legyen és egység az emberek között mindenféle politikai és vallási dologtól függetlenül. Tehát egy a fölött álló emberi összekapcsolódást remélek ettől, hát legalább ott a koncerten. Na kérem,
Besenyő K.G.H. István, aki vagyok, azaz Besenyő Golbász Gyalázás Helytelenítő István. Eljöttem önökhöz, hogy helytelenítsen, kérem, a kolbász gyalázást, ami folyik mindenhol, mert kérem, kigyöttem a béketűrésemből. Mert megyek a utcán, és mindenhol hallom, hogy egy ilyen szakállas nőről beszélnek. Persze felkapom a fejem, ugye, mert ki az a szakállas nő? Hát a Margit, hát persze, hogy a Margit. Na de mit csinál, kérem? Elmegy a Margit a Euróvízi lóba. Hát normális, hát a Euróvízi ló az nagyon nagy, oda elmegy, és ott mindenki előtt gyalázza a kolbászt. Azon a néven, amin oda ment, hogy Tancsik a wurst, vagy Kornyik a wurst, mit tudom én kérem, tudja, hogy mit jelent a wurst? Kolbász, és tudja, mit jelent a Tancsika? Fúj, kérem! Hát az egy nagyon csúnya szó, az olyan, a Tancsika az azt jelenti, hogy a fenébe. Vagy franc karika, kérem! Vagy mi az, hogy hülye, igen, azt jelenti a Tancsika, hogy hülye, és így egyben, hogy hülye kolbász. Na de normális, hát a kolbász nem hülye, kérem, hát én tudom, ismerem a kolbászt. A kolbász okos. Nem egyszer volt, hogy néztem mélyen a kolbász szemébe, és éreztem, hogy okos, ért engem a kolbász. Úgy megettem, kérem, és ezzel egyetértek maga a kolbász, és ő is úgy jött, kérem, hogy egyél, és én ettem. Arra mondom, nem tűröm, hogy így valaki legyalázza a kolbász, kérem, és ezért tiltakozva reagálok önök előtt. A viszontlátásra. Mi, akik csináljuk a színpadon, mi egy fantasztikus csapattá kovácsolódtunk össze, és hát ráadásul az egész üzenet az, a egésznek a szerkezete úgy van megcsinálva, hogy végig fut rajta egy szál, egy szellemi szál, aminek a jelentése az, hogy mindenkinek legyen jó. És én ebben hiszek. Egyrészt visszatekintés, de úgy, hogy az alapzatnak van megformálva arra, hogy innen tovább lehessen lépni. Tehát ez az idáigi dolgok, és innentől lássuk, mi lesz. Tehát tényleg egy új dolog kezdete valóban. Na kérem, Besenyő O.A.Ő István, aki vagyok, azaz Besenyő óra átállítást ünnepelő István, elmondom kérem, hogy köszöntöm önöket a óra átállítási ünnepnek a alkalmából, mert ugye most állítjuk át a órát, kérem, ez egy nagy ünnep. Tudják, hogy ilyenkor a idővel van a dolog, ugye, hogy a idő bezsugorodik egy ilyen kis negatív pontba, és ott lenyelődik, kérem, egy teljes óra le van nyelődve a időből, kérem szépen, és onnantól kezdve, amikor már föl kell az ember, már rögtön el van késve. Még semmit nem csinálta már el késve. De most azért mondom önöknek, ezt az egyet úgy lehet ugye kiküszöbölni, ezt a tragédiát, ha átállítják a órát. Na de normális, hát ez ne higgye. Hát honnan állítja át a órát, hova? Hogy ott áll a óra a polcon, és akkor átállítja a szekrény tetejére. Normális, na de hát az magasabb van a szekrény teteje, oda nem is lehet föllátni. Nincs értelme, kérem, hát a polcon a szekrény tetejére ne állítsa át a órát. Vagy a utcán a nagy órát, hogy át a szigetről átállítja a villamos síre. Normális, és akkor neki megy a villamos, és akkor a sofőr menti a fejét. Hát ez baleset veszélyes, kérem, hát ez hülyeség. Ezt ne csinálják, inkább kérem, jó elkésni. Hát nem, igaz? Jó mondom? Hát nem, hát nem. A viszontlátásra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A kulturális élet legnagyobb figyelmet kiváltó eseményeivel, híreivel jelentkezünk jövő vasárnap is. Viszontlátásra.